Köszöntöm Önöket a Bodrogközi Magyar Közösség házából, Király Hámecről. A COVID-19 ellenes védőoltásról, a jelenlegi helyzetről, a gyermekkori COVID-pandémia legújabb fejleményeiről, a betegség komplikációiról és a megelőzés fontosságáról fogom Önöket tájékoztatni. Tény, hogy kevesebb a gyermekkori COVID-19-es megbetegedés és elhalálozás, mint a felnőtteknél, viszont a felnőttkori védőoltási program bevezetésével a gyermekkori esetek 2,6%-ról 24%-ra emelkedtek. Így ma a COVID-fertőzöttek 17%-át a gyermekek teszik ki. A gyerekek körében az átfertőzöttség mértéke legalább 30%. Ezeknek a nagy része tünetmentes. A gyerekek így észrevétlenül adhatják át a koronavírusos fertőzést a család többi tagjainknak, a szülőknek, a testvéreknek, de főképpen az időseknek. Az időseknek, akik ezáltal nagy veszélynek vannak kitéve. A delta variáns miatt kórházba kerülő gyerekek 30%-a viszont sajnos az intenzív osztályra kerül, és ezeknek a 10%-a gépi lélegeztetést igényel. Tüdőgyulladás, szívelégtelenség, akut légzési zavarok és légzési elégtelenség, sokszervű gyulladás alakulhat ki a gyermekeknél. Attól a citokin vihartól, ami ezt a súlyos károsodást okozza. Súlyos szervi károsodásról beszélünk. Minden hetedik COVID-19 fertőzött gyereknek vannak panaszai, általában 15 héttel az akut fertőzés után, ami fejfájás, fáradtság, légzészavarok, hosszantartó, nagyon csúnya, folytó köhögéssel jelentkezik, mellkasi fájdalom és elhúzódó lázzal járó, úgynevezett gyermekkori, multiszisztémás, gyulladásos szindróma alakul ki, ami szívizomgyulladással és bizony gyakran súlyos hasi panaszokkal is jár. A vírusfertőzések megelőzésének leghatékonyabb módja az immunizáció. A COVID-19 vakcinák hatékonyak és jól tolerálhatók. Nagyon ritka az oltás utáni reakció. A fertőzés kockázata pedig sokszor felülmúlja az oltások kockázatát. Semmi kétség, hogy indokolt a fiatalabb korosztályok COVID-19 elleni oltása, sőt, Stanley Potkin világhírű szaktekintély szerint a COVID-oltások nem sokára bekerülnek a kötelező oltások közé is a gyermekkorban. Tehát az összes kötelező oltásnak részévé fog válni a COVID elleni oltás, feltételezhetően az influenza járvány elleni oltással egyetemben. Ez a két fertőző megbetegedés az, ami a legsúlyosabb és a legnehezebb eseteket okozza gyerekkorban. A 12-18 évesek számára 2021. július 1-től az mRNS típusú, illetve alapú oltóanyagot a Pfizer cégtől használjuk vakcinációra. A Király Helmenci gyerekosztály mellett kialakítottunk egy úgynevezett vakcinációs, vagyis oltóközpontot, ahol immár több száz Bodrog
közi és környékbeli gyereket is beoltottunk. A tapasztalatok jók, az oltásokat pedig szakképzett gyermekorvosok végzik, és megbízható háttért nyújt a jól felszerelt gyermekosztály, ahol mindennel vagyunk látva bármi nemű komplikáció, illetve reakció kivédésére. A gyerekek jól tolerálják a felnőtt dózusú 30 mikrogramos Comirnaty vakcinát a COVID-19 ellen. A mellékhatások szinte minimálisak. Általában egy napig tartó hőemelkedéssel járnak, egy kis fejfájás, hátfájás, izomfájás, és általában egy pici fájás ott, ahol megszúrtak. 24 órán belül ezek a panaszok és ezek a tünetek lényegében elmúlnak. Később aztán már tünetmentesek és panaszmentesek. A második adagot 3 héttel az első után kell beadni. A második oltása szinte teljesen panaszmentes lefolyású. Csak a maga az oltás helye kicsit fájdalmas, de több panasz lényegében nagyon ritkán fordul elő. 2022. januárjától, tehát most aktuális, 2 héten belül elkezdjük az úgynevezett legrizikósabb korosztály, az 5 és 12 éves gyerekek oltását. 10 mikrogramos Comirnaty vakcinával fogjuk végezni, amely lényegében csak az 1/3 annak az adagnak, amit a felnőttek kapnak. Külön gyermekadagokat fogunk kapni, és ezzel fogjuk oltani a gyerekeket, ezt a korosztályt. Elmondhatjuk, hogy lényegében mindenkit be lehet oltani. Minden nem csak egészséges, de olyat is, akik különböző allergiában szenvednek, mint például élelmiszer allergiában, vagy pedig akár allergiásra különböző gyógyszerekre, mint például az antibiotikumra is. Ez nem kontraindikáció. Ez nem jelenti azt, hogy az oltást kihagyhatjuk. Végezetül megállapítható, hogy a COVID-19 járvány a lakosság és azon belül a gyermekek nagyarányú átoltottsága nélkül nem győzhető le. Az immunizáció mellett azonban az eredményesség érdekében továbbra is fontos a maszk viselése, a megfelelő távolságtartás és a higiéniai előírásoknak a betartása. És ha megkérdezik tőlem, ön beoltatta a gyerekét? Akkor azt fogom mondani, hogy igen. Beoltottam, komplikációmentesen, panaszmentesen vészelték át, és biztos vagyok benne, hogy nem fognak súlyosan megbetegedni. És ha így lesz, akkor nem csak az én gyermekem, de egész biztosan az önök gyermekei is, ha be lesznek oltva, ki fogják védeni ezt a súlyos betegséget, amely annyi komplikációval és annyi szenvedéssel jár, hogy nem érdemlik meg, hogy elkapják, megfertőződjenek, és kezelésre legyen szükségük. Köszönöm szépen a figyelmüket, boldog új évet kívánok!